Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens Iroda Komplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. Műsorunkat a home office megoldásokat segítő digitális távmunka csomag forgalmazója, a HRP Europe Kft. Támogatta. fortinet.hrp.hu. Ez a lakásvásárlatos csatornán szeretettel köszöntöm Önöket. Három részből áll a mai adásunk. Beszélgetünk először az építészek helyzetéről, így a járvány után, reméljük, hogy nem lesz újabb forduló. Aztán felhívjuk Veres Jánost, aki Szabolcs-Szatmár-Bereg megye közgyűlésének tagja, és Nyírbátor önkormányzatának főtanácsadója. Nyírbátor az utóbbi időben elég sok szó esik. Óriási fejlesztések történtek a kisvárosban. És a műsor végére hagytunk egy igazi csemegét, az üdülési jogokat, amelyekből most már több mint 100 000 van az országban, és nem túl könnyű eladni. Vendégünk lesz dr. Kende Júlia ügyvéd, akivel arról beszélgetek, hogy hogyan lehet mégiscsak értékesíteni ezeket az üdülési jogokat. Első vendégem pedig Krizsán András, a Magyar Építőművészek Szövetségének elnöke. Szervusz András! Üdvözlöm a kedves nézőket, szervusz, üdvözöllek! Most örülök, hogy most a stúdióban személyesen is találkozunk, elmúlt hónapokban ugye csak Skype-on vagy telefonon tudtunk beszélgetni. No, hogyan alakul az építészek helyzete? Sok szakma sír, teljes joggal. Ugye az építészek is akkor tudnak működni, hogyha az építőipar működik. Ott azért nem volt túl nagy leállás. Na, mi a helyzet a szakmában? Hát azt hiszem, hogy az építészek számára hosszú volt ez a 3-4 hónap, bár tartok tőle, hogy mindenki más számára is hosszú lehetett, ugyanis a legfőbb probléma a bizonytalanság volt. Egyikünk se tudta előre, hogy meddig fog ez tartani, egyáltalán milyen módon tudunk ebből kijönni, ebből a pandémia helyzetből. És talán ez okozta a legnagyobb problémát a szakmába, hogy nagyon sok megrendelő, megbízó elpártolt, vagy kivárt, vagy egész egyszerűen bizonyos megbízások függőbe maradtak, és lassan kezd helyreállni a rend. Ez mit jelent, hogy kezdenek megbízások is érkezni? Legfőképp saját tapasztalataimról tudok beszámolni. Most már ugye azt mondhatjuk, hogy közel másfél hónapja újra a régi hadrendben tudunk tevékenykedni, és igazándiból most az elmúlt hetekben kezdtük érezni, hogy újabb munkákkal, újabb megbízásokkal keresnek meg minket. Ahogy a kollégák körében beszélgettem erről a helyzetről, hasonló visszajelzéseket kaptam, hogy először egy nagy megrendülés volt, tehát tényleg nagyon sok megrendelő bizonytalanodott el, komoly középületek, beruházások kerültek parkolópályára. És az utóbbi hetekbe kezdődnek talán ezek újra feléledni, és hát bízunk benne, hogy ez hosszú távon így fog maradni. Ugye a lakáspiacon is az a helyzet, hogy az elmúlt évek értékesítése, illetve az elmúlt év értékesítésében igen jó számok vannak még, viszont az engedélyek száma csökkent. Ugye ez érinti viszont a tervezőket is.
Így van. Azt szoktam mondani, hogy mindig az építészek érzik meg legelőször ezeket a változásokat. Mi vagyunk az ütőerén tulajdonképpen az ingatlan piacnak, és hát az első fázis. Az első fázis, hát a frontvonal tulajdonképpen, és ezt igen tapasztaltuk. Tehát valószínűleg az idei mutatók nem lesznek olyan magasak, bár bízunk benne, hogy nem tartott hosszú ideig azért ez a karantén, és ahogy az előbb is említettem, én úgy érzem, hogy elindult egy visszarendeződés, tehát egy normális ütem. Az irodapiacról viszont éppen azt hallottuk az előző adásunkban, hogy nem állt meg az élet, nincs válság, továbbra is terveznek és építenek irodát, és bérelnek is irodákat. Az irodapiac az egy kicsit talán más, mert az egy picit hosszabb beruházói folyamatot és hát egyáltalán megtérülési folyamatot jelent, tehát ott hosszabb távon gondolkodnak a befektetők, az ingatlan fejlesztők, és nagy szerencsénkre ez valóban így van, hogy ott azért ez a kis, hát most még egyszer hangsúlyozom, rövid, idézőjelben rövid karantén időszak, ezt talán át tudták hidalni jobban ezt a 3-4 hónapot. És jött egy új feladat az építészeknek az irodákban, ami pont a pandémia miatt ugye át kell alakítani, át kell gondolni az irodák belső felépítését. Így van, ezt én azt gondolom, hogy ezt nagyon jól tesszük, ha végig gondoljuk. Több szempontból is. Sajnos talán az elmúlt időszakban, években erre kevés figyelmet fordítottunk, hogy egyáltalán az az élettér, az a környezet, amiben a napi 8 óránkat töltjük, az egészségügyi szempontból, sőt többet, egészségügyi szempontból milyen hatással, következményekkel jár, beleértve a komplett épületgépészeti hátteret, egyáltalán a ergonómiai helyzetet, az irodák felépítését, és hát legfőképpen most ez a vírus helyzet irányította rá a figyelmünk arra, hogy bizony az ilyenfajta aerozolos fertőzésekre is komoly figyelmet kell fordítani, és bizonyos távolságokat, előírásokat, védekezési intézkedéseket előre be kell kalkulálni. Még egy témáról szeretném, ha beszélgetnénk. Nemrégiben a FIAPCI, amely az egyik legnagyobb ingatlanos világszervezet, annak van egy nívódíja, egy ingatlanfejlesztési nívódíja, pályázat alapján lehet elnyerni. Én magam a magyar zsűrinek már 21 éve tagja vagyok, tehát kezdettől. Csatlakozott ehhez a Magyar Építőművészek Szövetsége. Így van, nagy örömünkre a Magyar Építőművészek Szövetségét felkérte a FIAPCI, az Ingatlanfejlesztők Szövetsége, hogy nemzetközi szövetsége, hogy szeretnék, hogyha a Magyar Építőművészek Szövetsége csatlakozna ehhez az ingatlanfejlesztési díjhoz, amit mi nagy örömmel tettünk meg, annál is inkább, mert a Magyar Építőművészek Szövetségének stratégiája, jelmondata a minőség. Az Építőművészek Szövetség a minőséget képviseli a szakmába, és nagyon fontosnak tartjuk ezt az értékteremtést az ingatlan piacon, a különböző irodaházak, középületek beruházása terén. Nagy örömünkre szolgál, hogy nem csak a hazai mezőny volt nagyon értékes és igazán kimagasló színvonalú, hanem a magyar építészek, beruházók, ingatlanfejlesztők bizonyították, hogy nemzetközi szinten is igen kiváló, magas színvonalat tudnak produkálni. Több első és második helyet hoztak el. Több első és második helyet, több kategóriában, külön-külön, mindenütt voltak magyar fejlesztések, magyar beruházások, és hát ezek mögött pedig büszkén mondjuk, hogy magyar építészek is. András, nagyon szépen köszönöm, hogy vendégem voltál most a stúdióban. Köszönöm én is a lehetőséget. Visszavárunk egy következő alkalommal. Köszönöm szépen. Örömmel, szívesen. Hogy tartsanak velünk, Veres Jánost hívjuk hamarosan, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés tagja és Nyírbátor önkormányzatának főtanácsadója. Nyírbátorról beszélgetünk majd, alapvetően, amely az utóbbi időben meglehetősen nagy fejlődésen ment keresztül. Veres János van a vonalban, aki a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei közgyűlés tagja és Nyírbátor önkormányzatának főtanácsadója. Szervusz János! Üdvözlöm!
Szervusz, minden jót kívánok! Azért keresünk meg téged, mert az elmúlt hetekben nézőinket beavattuk a megye különböző településeinek ingatlanpiaci életébe. Jártunk Nyíregyházán, Nyírvátorban és Nagykállóban, és azt tapasztaltuk mindenfelé, hogy a térség igen jelentős fejlődésen megy keresztül. Te is így látod? Azt gondolom, hogy a fejlődés az valóban látható, főleg, hogyha valaki néhány évtizeddel korábbi képet őrzött meg magának Szabolcs-Szatmár-Bereg megye ezen településeiről, vagy mondjuk az autópályaépítést megelőző időszaknak a képe maradt meg, akkor ahhoz képest egy nagyon látványos változás kézzelfogható mindenki számára. Mik az irányok, hogy te Nyírbátorban közvetlenül részt veszel, mint főtanácsadó a fejlesztésekben? Mik lehetnek az irányok egy kisváros életében ingatlanpiaci szempontból? Hozzáteszem gyorsan, Nyírbátorban ugye nagyon sok ipari létesítmény van, és nagyon sok cég megtelepedett. Azt gondolom, hogy egy komplex fejlesztésről érdemes beszélni. Önmagában az ingatlanpiac szerintem nem értékelhető. Azért nem értékelhető, mert egy-egy térség fejlődése is egy komplex kérdés. Én magam több évtizede itt születvén ebben a városban, itt élvén Nyírbátorban, meglehetősen közelről tudtam figyelemmel kísérni, és aktív részese is lehettem az elmúlt évtizedekben e város fejlődésének, fejlesztésének, és én három dolgot szeretnék ebből a szempontból kiemelni. Kell, hogy legyen egy jövőképe, kell, hogy legyen egy olyan reális perspektívája egy-egy településnek, amelyet kitűz maga elé, és lehetőleg hosszú távon keresztül ennek az elérése érdekében szükséges lépéseket konzekvensen megteszik. Itt Nyírbátor esetében ez még a rendszerváltás megelőzően megfogalmazódott cél volt, talán túlságosan és ambiciózusnak tűnt annak idején, aztán kiderült, hogy ha több évtizedes távlatban nézzük, akkor ez egy reális célnak is tekinthető lett a későbbiekben. Nevezetesen egy erős gazdasági alapokon nyugvó kulturális kisváros. Ez volt itt a megfogalmazott város jövőképe a 70-es évek végén, a 80-as évek közepén Nyírbátorban. Ebből a rendszerváltás zavaros viszonyai közepette sikerült 10 olyan évet megélni a városnak, amikor a bizonytalanság volt a jellemző, a megemelkedett munkanélküliség és a kilátástalanság. Aztán gyakorlatilag nagyjából azt lehet mondani, hogy a 90-es évek végén indult el a városnak egy olyan fejlődése, amely ezt a bizonyos erős gazdasági alapokat volt hivatva megteremteni. Én magam személyesen nem a kulturális részére helyeztem annak idején a hangsúlyt, hanem arra, hogyha van erős gazdasági bázisa egy városnak, akkor annak a településnek van közép és hosszú távon is perspektívája. Gyakorlatilag egy akkor létrehozott ipari park teremti ezt meg a mai napra, vagy mai napig, amelynek a fejlesztése igazán csak 2004-2005-ben indult el, amikor nyert a város ahhoz forrást, hogy az egyébként kijelölt ipari park továbbfejlesztését meg tudja oldani infrastruktúra alap elemének a kiépítésével. Ezt követően, amikor ez megvalósult, akkor telepedett meg nagyon sok tárgyalás után az első új befektető ebben az ipari parkban. A gazdasági válság megtorpantotta a fejlődést, de a gazdasági válságot követően ismét meglehetősen nagy ütemben indult el ennek az ipari parknak a fejlődése. Ma itt több mint 5000 ember dolgozik nap mint nap, 160 településről szállítják a dolgozókat ennek az ipari parknak a cégeihez. Ez a gazdasági bázis az, amely megteremtette jó 10 évvel az ipari parkba betelepülő cégek fejlődésének elindulása után azt a környezetet, amely fellendítette Nyírbátorban az ingatlan piacot, úgy mondom. Ez nyilvánvalóan először különböző albérleti konstrukcióknak a elterjedésével, ezeknek a díjának a jelentős növekedésében jelent meg, és hát megjelent az elmúlt években egy nagyon jelentős nyomás a város önkormányzatára a tekintetben, hogy a város is próbáljon meg, a város biztosítson bérlakásokat azok számára, akik mondjuk már több éve járnak valamely településről ide dolgozni, és úgy gondolják, hogy akkor a munkahelyükhöz kötnék a lakóhelyüket is.
elsőként valamilyen bérleti konstrukcióval. A magánszféra erre viszonylag gyorsan reagált, elég sok olyan magánkezdeményezés indult el Nyírbátorban, ahol apartman jellegű bérleményeket fejlesztettek, és ezeket adják bérbe, általában tartós bérletbe a tulajdonosai, és most a város is belevágott egy olyan fejlesztésbe, amellyel a eddig meglévő néhány tíz darab bérlakáson túlmenően, immáron számottevően több új bérlakást is tudunk az érdeklődők rendelkezésére bocsájtani, és azt gondolom, hogy ezzel nem ér véget nyilvánvalóan az ingatlan fejlesztés elgondolás a városban. Egy 20 év alatt előkészített terület rendelkezésre áll ma már arra, hogy ott önálló lakóegységek épüljenek akár egyedi kivitelben, akár pedig csoportos megvalósításban. Azaz többféle szegmense indult el a városban fejlődni az ingatlanpiacnak az elmúlt években, de hangsúlyozom, hogy mindennek az alapja az a gazdasági bázis, amely stabil jövedelmet biztosít azoknak az embereknek, akik ilyen jellegű ingatlan fejlesztésben tudnak gondolkodni. Igen, és hozzá kell tennem azt, hogy Nyírbátor tényleg mintaértékű, példaértékű a fejlesztéseket tekintve, és a bérlakás programját tekintve. És János, nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, folytatjuk majd a beszélgetést egy következő alkalommal. Köszönöm, és az érdeklődést, minden jót kívánok! Szervusz, köszönöm! Tartsanak velünk, kedves nézők, mert most szinte egy nagyon izgalmas témáról lesz szó, az üdülési jogokról. Dr. Kende Júlia lesz a vendégem. Dr. Kende Júlia ügyvéd a vendégem. Szervusz, Júli! Köszönöm szépen a meghívást! A következő percben az üdülési jogokról beszélgetünk. Hány üdülési jog van ma Magyarországon? Körülbelül 100 000 üdülési jog van Magyarországon, erről egy közhiteles nyilvántartást nem vezetnek, tehát csak tippelni tudjuk, hogy körülbelül ennyi, igazából nem is embert érint, hanem tulajdonképpen így családokat. Miért kezdik eladni az üdülési jogokat, és miért nehéz eladni? Igazából nem is eladják az üdülési jogokat, eladni nem lehet, erről már többször beszéltünk. Néha felbukkantak olyan cégek, amelyek bizonyos összegekért cserébe megszüntették az üdülési jogokat, illetve még most is vannak ilyen cégek, általában több 100 000 forintot kell kifizetni ilyenkor, tehát általában ilyen 5-6 évi fenntartási díjat kérnek. Mi az, hogy megszüntetik már, bocsánat? Azt jelenti tulajdonképpen, hogy a szerződés megszűnik, tehát megszűnik maga a kötelem, nem kell fenntartási díjat fizetni az ügyfélnek, és ilyen módon nem is veheti továbbiakban igénybe az üdülési jogot. Akkor megszüntette a 99 évet is gyakorlatilag? Igen, lényegében, tehát magát azt a szerződést, amire azt az időszakot, amire az ügyfél szerződött, ezek ugye jellemzően mostanában 30 éves üdülési jogok, tehát a 99 éves szerződések mentek ugyan egy jó pár évig, de 2000-es évektől kezdődően inkább 30 évre szóló szerződéseket kötöttek. Oké, de aki 99-es kötött, az átalakítja gyakorlatilag 30 évessé, és ez kerül neki x forintba? Olyan lehetőség is van ennél a bizonyos cégcsoportnál, hogy lerövidíteni a hátralévő időtartamot. Ezek egyébként általában ilyen 7 és 10 évre történő lecsökkentések. Úgy mondom a 30 éveset, hogy amikor elkezdték megkötni az ügyfelek a 2000-es években azokat a szerződéseket, azok voltak a 30 évesek. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy a 99 éveseket váltják át, vagy konvertálják 30 évesekre. Az egyáltalán nem is fordul elő? Nem, én nem tudok róla. Világos. Jó. Értem, miért adják el, miért akarják eladni az emberek, de ennek nincsen piaca igazából. Ki az, aki megvásárolná ezeket a 99 éves jogokat? Az én praxisomban, én 13. éve vagyok ügyvéd, tehát az én praxisomban egy-két olyan adásvétel volt, amikor ismerős vette meg az üdülési jogot, tehát volt olyan, hogy valakinek a szomszédján pont egy horvátországi üdülési jogra vágyott. Nyilván egyébként a nyári hetek azok, amikor ilyenkor mennek, eljöttek hozzám, és megkötöttük a szerzést. Egyébként valóságosan nincsen piaca, tehát van egy forgalmi értéke, de ez mindig ugye attól függ, hogy mennyit ad a másik emberre vevő az üdülési jogért, de nem jellemző sajnos, hogy ilyen rácsingóznának. Igen, mert ugye ez a timesharingnek egyfajta, sőt, a legelső változata, ma már ugye rollertől kezdve kisautóig csinálják ezt, de az első az ingatlan volt igazából, és akkor sokan belementek ebbe, és nagyon nehezen tudnak túladni rajta, mert nincs piaca. Ma már nem annyira kellendő, hiszen sokat lehet utazni, tehát igazából nem nagy poén. Igen.
viszont számtalan per is adódik ebből, amit te is viszel jó néhányat. Miből adódik a pereskedés? Hála Istennek, nagyon sok olyan eset van, amikor érdemes pert indítani, és ugye nyilván nem ígérhetem azt az ügyfeleknek akkor, amikor megkötjük a megbízást, vagy eljönnek első tanácsadás, hogy biztosan meg fogjuk nyerni a pert, mert ilyet ügyvéd nem mondhat. Nagyon fontos, ami igazából egy sláger téma, ez a 14 napon belüli fizetés, ezt úgy hívják, hogy előleg, tehát ez arról szól, hogy a szerzés megkötésétől számított 14 napon belül nem szabad az ügyféltől semmilyen fizetést követelni, semmiféle jogcímen. Tehát akár ha 1 forintot fizet az ügyfél, vagy 5 forintot bármilyen jogcímen, akkor az már támadható, és ilyenkor bírósághoz lehet fordulni, annak érdekében, hogy ezt az összeget visszaköveteljük, és ezt követi egyébként majd egy szerződéstől való elállás, úgyhogy ez egy elég komplex folyamat ilyenkor. Miért indulnak egyáltalán perek? Hogy meg akarnak válni ettől a jogtól? Ez egy nagyon érdekes kérdés, igazából ezek nem is úgy indulnak, hogy jön az ügyfél és azt mondja, hogy szeretne pert indítani, hanem jön az ügyfél azzal, hogy nagyon furcsa okiratokat írt alá, hogy valami neki nem tetszik. Amikor szerződött? Igazából mostanában. Tehát az nagyon fontos, hogy 5 éven belül lehet pert indítani bármilyen szerződéssel kapcsolatban. 5 év az elévülési idő, ami ma az új PTK szerint nem is megszakítható. Tehát szerződés aláírásától számított, hogyha megtámadjuk a szerződést, az pedig általában 1 év. Tehát magyarán kötött valamikor egy szerződést, még 5 éven belül, ugye vett egy jogot, egy üdvési jogot, és rájött arra közben, hogy nem járt jól, vagy nem, hogy valami gyanús. Például nagyon érdekes, hogyha átérhetnénk arra a perre, aminek első fokon most lett vége júliusban. Ott az derült ki, amiről egyébként az ügyfél tudott, hogy egy üdülés jogára, tehát egy bizonyos üdülés jogára megkötött egy adásvételi szerződést és egy ajándékozási szerződést is. Sőt, igazából a perben derült az ki, hogy kötött még egy ajándékozási szerződést egy másik időpontban. Ezt nem tudta? Bocsán. Amiről egyébként tudta, mert ő adta nekem ide az okiratokat, és a másik szerzős egyébként pont a tárgyaláson derült ki, hogy ott valamiféle kis hamisítás történt, mert az ügyfél, akinek az aláírása ott szerepelt, ő már sajnos akkor nem volt életben. Aha. Hol tart ez a per most? Mert ez nem tudom, mennyire példaértékű. Ez egy elég érdekes per, én egyébként is szeretek pereskedni, és... Igen, az a részvevők nem biztos, de az ügyész szeret pereskedni, igen. Igen, ez a cég, akivel szemben ezt a pert megindítottuk, egyébként is nagyon furcsa okiratokat szokott aláíratni az ügyfeleket, tehát jellemzően igazából mind kúszta. Tehát aki ettől a cégtől jön, azt általában mindig meg lehet támadni. Kérdésedre válaszolva, ez a per most ott tart, hogy első fokon lezárult, 2 tárgyalás után meghozta a bíróság az első fokú ítéletét, ami előzetesen végrehajtható, mert az ellenfél elismerte a mi követelésünket, és az a jogszabályoknak is megfelelt, és egyébként már ki is fizették az összeget és a költségeket. Mik a leginkább vitatott pontok a szerződésekben? Hol lehet, hol verik át, vagy hol próbálják átverni az ügyfeleket? Ezek a szerzések egyébként nagyon komplexek, tehát hosszúak, általában kisbetűvel vannak írva, és nem is ilyen apróbetűs dolgokról beszélünk, hanem ott, hogy amikor megkötik a szerzés az ügyfelek, utána például van ez a tipikus 14 napon belüli vételár követelés, ugye ezzel próbálják magukat bebiztosítani arra az esetre, ha az ügyfél ezen a 14 napon belül szeretne elállni, akkor például van egy cég, ami konkrétan meg szokta ilyenkor fenyegetni az ügyfeleket, hogy akkor 25% kötbért elkérnek a vételárból, ami legalább 1 millió forint, tehát annak a 25%-a. És egyébként ez nem igaz, a szerződésben nem ez van leírva, az ügyfeleket viszont általában elég jól meg lehet sajnos ijeszteni. Van egy másik típusú szerződés, ott a cég, aki tulajdonképpen megvette egy üdülő ingatlant, és szeretné a fenntartási díjakkal kapcsolatban magát legalizálni, ő újra kötti ezeket a szerződéseket, amiket korábban az ügyfelek megkötöttek, és azt mondja, hogy ő egy többletszolgáltatást nyújt, és azt ott részletezi a szerződésben, és egyébként ilyen 500 és 8000 forint közötti összegeket el is kér az ügyfelektől. Ez egy nagyon érdekes szerzés, mert nagyon sok per van ezzel kapcsolatban is folyamatban, van, ami már le is zárult, hála Istennek a mi per nyertességünkkel, és nagyon sok minden derült. Te mindent megnyersz egyébként, nem? Na jó, sajnos igen. Ez nem így volt, igen, eddig, jó, de, igen. De azért erre törekszem, és már nagyon régen volt veszteperem. Uh-huh. Tehát ebben a szerzésben, ahogy áttekintem, egyrészt nem is egyértelmű, hogy ez egy új szerződés, vagy szerződés módosítás, mert hogy tartalmában módosítás, viszont az ellenfél most a bíróságon azzal érve, hogy ez egy új szerződés, hogy próbálja kihúzni a mi támadásainknak a méregfogát, ez eddig hála Istennek nem ment át. És ahogy áttekintjük a szerződést, azt látjuk, hogy
hogy semmilyen plusz szolgáltatást nem kap az ügyfél. Tehát ugyanaz az apartman, ugyanaz a hét, ugyanazok az évek, vagy egyébként lefeleződik, tehát hogy minden másodében vehet igénybe. Tehát volt tulajdonképpen megtévesztés is megállapítható lenne. Olyan ügyem is volt már például, ahol a házaspár közül ezt a kvázi módosítást csak a feleséggel kötötték meg, ott például azt a szerzést ezen a jogcímen támadom. Sokan fordulnak hozzád egyébként? Mi a tapasztalat? Sokan, igazából azt veszem észre, hogy annyira koncentráltan egyik ügyvéd kollégám sem foglalkozik, sem Budapesten, sem vidéken így üdülési jogokkal. Én azt gondolom, hogy én azt szoktam mondani a kollégáknak is, akik már egyre többször küldenek hozzám ügyfeleket, hogy ezzel igazából mindenki jobban jár. Az a kolléga is, aki nem annyira tapasztalt ezen a területen, és az ügyfélnek is jobb, hogy tényleg olyan emberhez tud fordulni, akinek tényleg most már lassan 9-10 évi tapasztalatom van az üdülésjogokkal kapcsolatban. Szóval ez egy ilyen win-win helyzet szerintem. Hova futhat ki ez az egész üdülési jog? Ugye kezdi elveszteni azért a népszerűséget igazából. Perek sorozata kerül elő álságos szerződésekkel. Mi lehet ennek a vége? 100 000 van belőle. De 99 éveseket, tavaly volt egy ilyen hullám, hogy a cég felajánlotta a lecsökkentést, ott 7 és 10 évet lehetett, 7 kötőjel 10 évet lehetett választani, most pedig egyébként nagyon sok embernek felajánlják, hogy térítésmentesen megszüntetik, tehát a világon semmit nem kell már fizetni érte. Ez a legjobb helyzet, nem? Tulajdonképpen igen. Több külföldi üdülésjogot megszüntetnek, ez most kezdődött 1-2 hónappal ezelőtt, szintén térítésmentesen. Van egy horvátországi cég is, ők egyébként nagyon, tehát relatíve nagy összeg megfizetéséért szüntetik meg, bár ott adnak üdülési heteket, és nagyon sok egyébként az öröklés, tehát a 99 éves szerzéseket, amiket kérdeztél, nagyon sok az öröklés, és ott is felmerülnek problémák. Ezek a megszüntetések automatikusan történnek, vagy ügyvéd segítsége kell hozzá? Én azt mondom mindennel kapcsolatban, hogy érdemes és célszerű ügyvédhez fordulni, azt szoktam mondani, hogy ha nekem lenne vakbelem, akkor én sem venném ki a sajátomat. Tehát ezek egy megállapodással történnek. Számomra a szövegezése nem egyszerű, de az ügyfélnek is azt gondolom, hogy az a biztonságos, hogyha ezt egy szakember látja. Tehát nagyon sokszor előfordul, hogy jön egy ügyfél hozzám tanácsadásra, és megbeszéljük azt, hogy ha megkapja ezt a megállapodást, akkor azt még megmutatja, mert hogy mindenki számára ez a megnyugtató. Tehát kis befektetés az ügyvéd, vagy kisebb befektetés az ügyvédi munkadíjban, viszont egy biztonságban van az ügyfél. Tehát azt mondhatjuk a nézőinknek, akik üdülési joggal rendelkeznek, és szeretnek megszabadulni tőle, hogy egyrészt keressenek egy ügyvédet, és lehetőség van arra, hogy megszüntessék gyakorlatilag költség nélkül. Jó pár üdülési jogot meg lehet most szüntetni, igen, de hogyha úgy érzik, hogy valami nem jó az aláírt okiratokban, akkor főleg érdemes hozzám fordulni, igen. Hát akkor jó hírrel szolgálhatunk a nézőinknek, nagyon szépen köszönöm, azt gondolom, igen. Én itt is köszönöm voltál, a meghívást. És elmondtad ezeket, nagyon fontos és hasznos információk voltak. Ugye bízunk abban, hogy sokan fognak majd ezzel a lehetőséggel élni. Köszönöm szépen, hogy velünk tartottak az elmúlt csatnán fél órában, lakásvásárra legközelebb egy hét múlva jelentkezünk, a viszontlátásra. Minden jót. Atenor az egyik legnagyobb ingatlan fejlesztő. Innovatív A+ kategóriás, zöld környezetben lévő épületei vonzzák a bérlőket. A 8. kerületi Arena Business Campus első és a 13. kerületi Váci Greens irodakomplexum utolsó két épülete 2020-ban kerül átadásra. Az Atenor irodaházai a legmodernebbek és legzöldebbek. Műsorunkat a Home Office megoldásokat segítő digitális távmunkacsomag forgalmazója a HRP Europe Kft. Támogatta. Fortinet.hrp.hu